Sziasztok srácok, én Kisomi Ecef vagyok, és ebben a videóban azt fogjuk csinálni, hogy megmutatom, hogy hogyan kell rajzolni egy bagolyt. Igen. Tehát ez egy kis tutorial videó. Fogtok egy papírt, meg egy ceruzát, meg esetleg egy radírt, és fogtok és rajzoltok egy kört. Amekkorát csak akartok, én egy ilyen picinke kört rajzolok, mert én... Ez eddig megvan, hogy csinálok egy kört. Azután én füles bagolyt akartam rajzolni, és csináltok neki kettő fület. Ahogy csak akarjátok. Ja, és amúgy nagyon köszönöm szépen, hogy már hárman fel vagytok iratkozva. Ez nagyon nagy segítség nekem, és hogy már 10-en megnézték a videómat. Az egyiket, csak az egyiket, mert csak egy van sajnos. Hát, most rajzzal is fogunk foglalkozni, nem csak a Minecraft-tal. Minecraftos rajzok is lesznek persze, de így állunk. Azután pedig megcsinálom most a testét, egy ilyen ovális, vagy nem tudom, én most így csinálom meg a testét. Várjál, meghúzom, hogy látszódjon. Így. Olyan kört rajzoltok, amit akartok, szóval tök mindegy. Most jöhetnek a szárnyai. Szerintem integessen a baboly. Ez egy ilyen aranyos kis bagolyka lesz. Így integetni fog az enyém. Most pedig a fülét fogjuk megcsinálni. Ilyen kis szörmék lesznek ott. Mert amúgy bevághatok ide egy bagoly, de tök mindegy. Én így láttam egy képen, nem tudom. Legyen itt is szőrös neki. Így, szőrös. És amúgy igen, lesz még Lacival persze videó. Így néz ki. Most pedig szerintem én csinálok neki egy ilyet. Meg a fej alakját is megcsinálom. Így, egy kis... Tada! És amúgy persze Orsi, aki egy videós társam, és sokkal jobban rajzol, mint én, de tök mindegy, olyan szép Szimbát rajzolt. Na. Igen, rajzoltam egy wifi-t a homlokára. Wifi! Nem úgy, így néz ki. Szerintem azt hagyjuk ezt a wifi-t. Jó. Csőr. Ugye csőrt mindenki tud rajzolni. Egy háromszög.
egy ilyen aranyos kis integetőbe volt rajzolok most. Ugye mindjárt lesz szeme. Tadá! Egyelőre így állunk. És ezt próbáljátok meg, mert most a lába az így fog kinézni. Nézzétek! Hogy ül, csücsül majd a fán. Kicsit ferde lett a Csórinak a lába. Na mindegy. Ugyebár ismételjük a másik lábán is. Nem tudom, hogy hogy legyen ez az ág. Majd írhatok kommentet, hogy még mit rakjak bele. Egy ilyen egyszerű ágat rajzolok, egy egyenes vonal az egész. Így szépen légy, legyél egyenes, jó? Oké. Vagyis. Oké. Elég jó ez a rajz. Meg kell, hogy mondjam. Nem tudom, ide rajzolok egy csóri kis ágacskát. Ugyebár minden rajzon van egy csóri kis ágacska. Hát ez a csóri kis ágacska. Ez néz ki egyelőre. Így ez a kis bagoly. Most pedig a hasára ilyen kis izéket rajzolunk. És most már csak egy ilyen feliratot rajzolok ide, mindjárt. Hát jó. Ez is jó. Így szerintem tökéletes. Egy ilyen hív felirat. Hi. És akkor kezdhetjük a színezést. Úgy csinálzitek ki, ahogy akarjátok, de én a szokásos barna bagyot csinálom. Ez egy ilyen kis duci pepsikulás faló bagoly lett. Most tartok amúgy a fejénél, amit színeztem. Na, így. Amúgy lesz még rajzolós videó. Majd.
Mondhatom, hogy elég csúnyán színezek, de nem tudom. Tök mindegy. Ez csak egy tutorial videó. Na, jön a lába. Jó hír, aki már unja. Ó, na basszus, csőre meg kimaradt. És így. És srácok, készen van, ezt most nem fogom kiszínezni a talajt, de tök mindegy. Hogyha tetszett a videó, akkor nyugodtan nyomassatok rá egy lájkot, és aki még nem tette meg a feliratkozást, az nyugodtan feliratkozhat. És hogyha nem tetszik a videóim, az nyugodtan leiratkozhat, hogyha így gondolja. Sziasztok!